Köszöntöm nézőinket a Karcagi Katasztrófa Védelmi Kirendeltségen, Lévai Kálmán ezredes úrral beszélgetünk, hiszen újabb sikereket értek el. Először is szeretnénk gratulálni ahhoz, hogy a tájfutó versenyen első lett, amelyet Egerben rendeztek meg. Erről is és a lépcsőfutó versenyekről is fogunk beszélgetni. A tájfutó verseny azt gondolom, hogy tűzoltóknál nem nagyon jellemző, jól gondolom. Talán igen, talán nem, valóban nem annyira jellemző. Ez a sportág valamikor sokkal inkább jellemzőbb volt, aztán egy kicsit alább hagyott a lendület, majd újból lábra kapott, és most Egerben találták ki, hogy a tűzoltók közötti tájékozódási futást fel kellene támasztani, és ennek örömére, hogy ezt felismerték, ez évben már másodszor rendezték meg ezt a versenyt. De azt gondolom, hogy önnek ez nem jelentett nehézséget, hiszen azért rutinos versenyző, de mennyiben volt másabb a belvárosban futni, mint mondjuk a terepen, az erdőben? Hát másabb, rövidebbek a pályák, mint mondjuk az erdőben, viszont annál inkább igyekezni kell, hisz nálunk az idő az egy nagyon fontos tényező. Na most lehet rohanni, száguldozni, már ha bír az ember, viszont a agynak is ugyanolyan gyorsan kell pörögni, még az erdőben van több száz méterünk arra, hogy majd egy vadetető vagy magas les útba igazít bennünket, amit megtalálunk. Hát itt nem, itt sokkal gyorsabban jönnek a támpontok, és ha nem reagálunk rá időbe, bizony keserves, hogy hogyan is tegyük helyre magunkat, mert itt minden utcasarok, teszem, azt egyforma. Még a magas les, vad les, különböző tereptárgyak, azok mások és mások lehetnek. És emiatt ez sokkal összetettebb ilyen szempontból. És hát Dániel Sándort is magával vitte erre a versenyre. Hogyan tudtak felkészülni? Hát önnek azért gondolom nem nagyon kellett, de Sanyit hogyan tudta felkészíteni? Tehát mentek együtt futni, magyarázott neki jelzéseket, vagy úgy bele a mély vízbe? Hát a mély víz tavaly volt. Tavaly vittem el őket, és akkor majdnem ilyen szó szerint, hogy na menjél, aztán lesz, ami lesz. Hát volt, aki ment, és lett, ami lett a szőlőhegy, és onnan jött vissza, de azzal együtt végig csinálták a pályát, és mondtam, hogy hát ez ilyen kóstoló ismerkedés egyéb. Aki nem próbálta, annak még első verseny így is úgy is első, ez volt tavaly az idén, viszont már egy kicsit tudatosabban készültünk. Karcag belvárosáról, a parkos részről is van ilyen tájfutó térképünk, gyerekek versenyeztek már ezen a feleségem révén, és ezen a térképen ismerkedtünk a térképjelekkel, azután a szimbóllal, tehát a pontok, ellenőrző pontok megnevezésének a jelöléséről, hogy mit, hogyan jelölnek pontosan, mert hát az könnyű, hogy kerítés, meg kerítéssarok, de hogy a belső sarka vagy a külső sarka, nagyon nem mindegy, melyik oldalról közelítünk, és így tovább. Úgyhogy erre már most készültünk, és hát lett is eredménye. A karcagi tűzoltók szépen megállták a helyüket, mondhatnánk. Ilyenkor, amikor ön, mint kirendeltségvezető, ott van, jó érzés, amikor a hát saját magát természetesen, amikor oda hívják, hogy megnyerte, de amikor mondjuk a még mást is szólítanak a karcagról, ilyenkor az ember úgy boldogabb, mint amikor csak saját maga ér el sikert, tehát átérzi a ő sikerüket is? Hát talán már mondtam más riportban, mással kapcsolatban, hogy az valaminek a csúcsa, amikor azt megérzi az ember, hogy mennyivel jobb adni, mint kapni. És ez az adni itt ebben nyilvánul meg, hogy a úgymond tanítvány vagy a kollega is odaállhat a dobogóra. Tehát sikerült neki annyit adnom, hogy ezt a sikert elérhesse, és ez mindenképpen jó érzés. Nyilván elvitathatatlan, hogy milyen jó, ha én állok ott, és milyen jó kapni, viszont egy kicsit az is én vagyok, tehát én tanítottam, én magyaráztam, én vittem oda, tehát ilyen szempontból mindenképpen szívmelengető érzés, és hát az én sikerem is az ő sikere, csak ő alkotta ezt, meg ő valósította meg. Ez nagyon, nagyon jó érzés, és főleg az, hogy a tűzoltóságok között is, hát most még nem, mert még nem vagyunk túl sokan, de én bízom benne, hogy fog ez szaporodni, főleg, hogyha Egerben ilyen Eger településen maradnak, mert ha kiviszik az erdőbora, már több tudás kell, mert ott nagyon el lehet tévedni, elég nagy a bükk, úgyhogy lehet keresni az embert, vagy lehet barangolni a következő faluig.
Hát akkor azt hiszem, hogy jövőre is adott a feladat. Én azt kívánom, hogy hasonlóan szép sikereket érjenek el, hiszen azért a lépcsőfutókat is hamarosan bemutatjuk, ők is szépen szerepeltek, és én hasonló sikereket kívánok önnek is személy szerint, hiszen azért még sok-sok verseny van jövőre is. Igen, köszönjük szépen, és hát a lépcsőfutókat nem lehet eltévedni, az biztos, viszont annál inkább menni kell, az, hogy néhány perc alatt a 23. emeletre teljes menet felszerelésbe feljutni, hát ez körülbelül, mint hogyha ott Gyöngyösről fölkocognánk Kékes tetőre, ugye egy szuszra, minden különösebb jármű nélkül, nem könnyű, ez nagyon nehéz, és én hát csodálom is őket, értem, meg féltem is őket egy kicsit, mert ez már az extrém sportok határesete. De én azt gondolom, ismerve a három tűzoltót, aki ezen részt vett, Dániel Sándort, Nagyban a Dávidot és Körösi Balást, azért ők a saját egészségüket soha nem kockáztatják, tehát mindig tudják, hogy hol van a határ és mi az, amit még szabad. Egyik oldalról ez igaz, a másik oldalról nem teljesen, mert ugye a bemelegítésen és a rákészülésen, az edzésen azért szoktam őket ostorozni, mert sokkal többet kellene készülni. Hát nyilván annyit készülnek, amennyit a szolgált és a szabadidő is enged, hisz van, aki éppen fűtésszereléssel bívelődik így október közepe tájékán, és természetesen a család biztonsága az fontosabb, de hát nem adtuk fel semmit, én az edzés és a bemelegítés rákészülés szisztémáját, hát ők pedig azt, hogy jövőre is versenyezzenek. Akkor így legyen, és még egyszer gratulálunk a csapatnak, köszönjük szépen! Én is köszönöm a társaim nevében is. Az előzőekben már hallottuk, hogy Dániel Sándor ismét milyen szépen szerepelt ezen a versenyen, ami kettő is volt. Először beszéljünk a tájfutásról, úgy tudom, hogy azon most indult először. Igen, a tájfutásról most indultam első ízben. A harmadik helyet sikerült megszereznem. Nagyon érdekes és nagy kitartást és odafigyelést is igénylő sportág ez. Egyébként mi volt a legnehezebb? Tehát kapott egy térképet, ez most a belvárosban volt, tehát nem terepre kellett menni, ott tájékozódni, tehát hogy lehetett erre felkészülni? Igazából a ezredes úr segítségével, mivel ő tapasztalt tájfutó, az ő segítségével sikerült felkészülnöm, térképeket adott, városi térképeket, helyi térképet, ami alapján tudtam könnyebben értelmezni a jeleket a térképen, és így sikerült a felkészülésem. Akkor itt azért a síkvidéken gyakorolt, ott azért egy picikét magasabb terepviszonyok is voltak. Mi jelentette a legnagyobb kihívást? Tehát egyrészt megtalálni, hogy honnan, hova kell eljutni, és a legrövidebb útvonalat megtalálni, vagy maga az a terepviszony? Igazából a terepviszony kevésbé volt megerőltető és nehéz. Leginkább a tájékozódás, mivel egy számomra egy új sportág volt, és a koncentráció volt az, ami tényleg oda kellett figyelni, mert ugye én legtöbbet csak simán terepen futok, és ott nem kell gondolkozni, csak menni kell. Itt viszont folyamatosan észnél kellett lenni. És hát azért Eger az egy kicsit zegzugosabb, mint Karcag, tehát azért ott a kis utcákon is el lehetett tévedni, és akkor azért perceket veszített az ember. Igen, tehát az azért másabb, és sűrűn vannak a sarkok, a kereszteződések, és én Egerben nem vagyok jártas, így nekem teljesen új terep volt, és ismeretlen volt az egész. De hát az ismeretlen is meghozta azért a jutalmat, hiszen harmadik helyen végzett. Azt gondolom, hogy egy első versenyen így elindulni, ez nagyon szép teljesítmény. Igen, én is úgy gondolom, és várakozáson felül sikerült ez számomra. Beszéljünk inkább akkor a másikról, a lépcsőfutásról, hiszen azért ott már rutinosabb versenyzőnek számít, mint tájfutóként. Hanyadik alkalommal indult most? Negyedik alkalommal indultam el az országos lépcsőfutó bajnokságon Budapesten, melyet a Semmelweis Egyetem nagyváradtéri blokkjában rendeztek meg ismét, és ott a 23. emeletig kellett felbaktatni.
És hát azért mindjárt beszélünk arról, hogy mit is visel ilyenkor az ember saját magán, de tavasszal ez egy nyitott verseny volt, hiszen akkor a Turulhoz mentek Tatabányán, tehát ez egy teljesen más volt, mint egy zárt lépcső folyosós rendszerben futni. Melyik a nehezebb? Mind a kettőnek megvan a maga nehézsége és szépsége. Úgy gondolom, hogy a lépcsőházban történő futás az inkább szakmaibb, tehát a tűzoltó élethez közelebb álló dolog. Viszont a szabadban ott a lépcsőknek a mérete az teljesen eltérő a szabványos lépcsőházi lépcsőktől. Ennek ez a nehézsége. Egyéniben és párosban is indultak. Milyen helyezést ért el? Egyéniben és párosban is sikerült a harmadik helyet elhódítanunk. Párosban Nagyban a Dávid főtörzsőrmesterrel indultunk ismét. Egészen jól sikerült párosban. A második helytől néhány század másodperccel maradtunk csak el. Én azt gondolom, hogy akkor ezt szépen meg kell tartani jövőre is, és sok-sok edzést kívánok, kitartást, és sok sikert még a hasonló versenyeken. Nagyon szépen köszönöm. Az előbb már hallottuk, hogy Nagyban a Dávid főtörzsőrmester volt Dániel Sándor párja ebben a lépcsőfutásban. Először beszéljünk a saját egyéni teljesítményéről. Hanyadik alkalommal indult a versenyen? Azt mondom, negyedik alkalommal indultunk, vagy indultam. Hát volt jobb, rosszabb eredmény, most negyedik lett, hát ugye ez messze van a dobogótól. Mi volt a nehezebb, egyéniben vagy párosban? Szerintem épp oly jó eredményt értünk el tulajdonképpen. Én azt hiszem, hogy nem is rontottam egy másodpercet se, tehát ugyanolyan volt a két időeredmény. Szerintem elfogadható. És amikor párosban indulnak, akkor ott mi a versenyszabály? Tehát mennyire lehet előre menni, ki megy elől, ki megy háttól, és egy picit erről beszélünk, hogy mi mindent kell magán vinni az embernek, hiszen azért nem így van a verseny, hanem azért be kell öltözni. Hát elég sok mindent. Ugye a bevetési védőruhá, sisak, csizma, mászöv, az itt éppen szerencsére nem kell, de légzőkészülék, sisakot nem tudom, említettem, és a nehéz bevetési ruha. Meg hát aki nem figyel oda a zsebébe, hogy ki is tesz meg azt, az még plusz. Volt-e holdpont a saját egyéni versenyében és a párosban? Hát nem nagyon van idő pihenni, így aztán nem is nagyon választunk ilyen időszakot. Tulajdonképpen az egész egy lendülettel föl. És hát úgy gondolom, hogy a második, vagy legalábbis a második embernek, aki hátul jön, annyiból nehezebb, hogy ő neki kell tartani azt a távolságot, ami optimális, se nagyon lenne maradjon, se túl közel ne jöjjön, mert mind a kettő probléma lehet. Tehát akkor mondhatjuk azt, hogy ahogy az első lépcsőfokra fölmegy, onnantól kezdve az egész egy kihívás, és csak azt várja az ember, hogy az utolsó lépcsőfordulóban meglássa, hogy ott a cél. Tulajdonképpen igen. Tehát mondhatom azt, hogy olyan egy kicsit, mint az úszás, hogy ha elkezdjük, akkor tudjuk abba hagyni, hogyha lábunk leér. Tehát abba lehet hagyni hamarabb is, csak annak nincs értelme. És mi jelenti ilyenkor az ember elégedett saját magával, vagy kritikusan szemléli, vagy most abban a pillanatban ez volt a maximum, amit ki tudott hozni magából, hogy érzi most? Nem célunk az, hogy túlterheljük magunkat, tehát nem minden áron kell elhozni valamit. Nyilvánvalóan nehéz, de aki valaha fölment már csak itt a karcegi kórház tetejére, az tudja, hogy mennyibe kerül erőben, és akkor el tudja képzelni, hogyha még egy kis pluszt visz magával, meg még siet is. És egyébként büszke magára, hogy ezt is tudta teljesíteni? Hát nagy bizonyítási vágy igazából már nincs, mert már nem az első, inkább csak mondjuk azt, hogy egy jó verseny. Sok olyan emberrel találkozunk évről évre, akik változnak, lépkednek előre szépen, mind időben, mind munkánk terén. Érdemes, meg egy jó dolog az, hogy tartjuk a kapcsolatot, így a versenyzők. Én azt hiszem, hogy az lenne a jó, hogyha sokat tudnának készülni, de úgy tudom, hogy erre a versenyre sem nagyon volt sok idő készülni, és olyan helyeken gyakorlatozni, ahol a rutint meg lehetett volna még jobban erősíteni.
Hát ugye itt a legközelebb akár nyugatra, akár keletre indulunk, olyan 60 kilométer távolságban találunk akkora épületet, ami alkalmas volna. Most ki lehet számolni, hogy mi pénz és energia volna, hogyha oda eljárnánk húzamosabb ideig felkészülni. Tehát, mint hogy pár évvel ezelőtt az árpapakolás, most a betonozás volt az edzés, de hát oda is kell kitartás. Akkor én azt kívánom, hogy jövőre is a jó párost akkor tartsák meg, és akkor párosban is legyenek sikeresek. Hát köszönjük szépen. Körösi Balázs törzsőmesterről is két versenyen vett részt, a lépcsőfutón és egy terep versenyen is. Először beszéljünk a lépcsőfutóról, hiszen nem először, azon már tudom, hogy nem először indult. Hogyan lehetett most erre felkészülni? Sehogyan. Tehát nem tudtunk felkészülni erre, ugyanis, ahogy kollégám említette, az előző versenynél is nem volt készen 22 lépcső foknyi emelet, tehát nem volt annyi lehetőségünk, hogy felkészüljünk rá. Esetleg egy kis futással, konditermi megmozdulásokkal próbáltunk, de nem igazán jött össze. Ide is úgy mentünk el, hogy nem készültünk semmit. Tehát akkor a foci, a sport, ami egyébként is megvan a mindennapokban, akkor ez adta az erőnlétet, és akkor ott meg gondolom az az önben lévő bizonyítás, hogy igenis meg tudom csinálni, akkor ez volt az, ami végigvitte a 22 emeleten. Igen. Tehát kétszer futottunk fel, egyénibe, párosba is, úgyhogy kétszer felmentünk, mi legalább elmentünk, tehát országos szinten olyan 150-en, 200-an neveztek rá, mindenki becsülettel megcsinálta, úgyhogy én azt mondom, hogy aki ott volt és aki elment, az mindenki győztesként jöhetett el onnan, ugyanis nem egy mindennapi teljesítmény. Önnek nem karcagi volt a pálya, hanem úgy tudom, hogy szolnoki. Igen, szolnoki kollega volt, együtt végeztük el az iskolát jó pár évvel ezelőtt, és ő egyéniben jobb eredményt ért el, de hát ő éjjel-nappal edző, sportol, úgyhogy neki ez a mindene, de készült is rá. Tehát ő évek óta folyamatosan készül ezekre, meg is van a lehetőség, Szolnokon ugye sokkal jobb a lehetőség, ott a 24 emeletes, ott sűrűn tud edzeni, meg hát ott az ottani tűzoltóság is sokkal jobban támogatja, tehát tudja támogatni ezt a hozzáállást. A párosban az érdekelne, hogy önnek mi jelentette a nehézséget, nem tudom, hogy elől ment, vagy ön volt a második ember. Igazából úgy van a versenyen, tehát hogy hivatalosan egy lépcsőfordulónyi távolságnál nagyobb távolság nem lehet közöttünk. Tehát ott, amikor megyünk, azért tudunk beszélni egymáshoz, tudjunk szólni a másikhoz is, tehát ez így van megoldva. És egy légzőkészülékben elég nehéz, de hangosan szoktuk egymásnak szólni, hogy most álljunk le, vagy gyorsabban menjünk, de igazából húzzuk egymást. Tehát nincs olyan, hogy valaki visszafogja a másikat, vagy hátráltatja. Úgyhogy ha aki elől is megy, mondjuk most én mentem hátul, előttem ment Máté, ugye a szolnoki kollégám, és ugye ő is figyelt hátra, hogy én tudok-e menni, vagy én volt úgy, hogy lögdöstem, hogy a menjem, mert bírom még jobban, de 11-ek lettünk, azért azt hiszem, hogy elsőre így párba, mert ugye tavaly Pintér Sanyival mentem fel, ez elég jó eredmény. És az egyéniben hanyadik lett? Egyéniben én a 18 és 29 évesek között indultam, ez volt a legsűrűbb mezőn, több mint nem is tudom, nem akarok hazudni, lehet 100-an is indultak. Én 30-dik lettem 4 perces idővel, igaz megálltam egy olyan 30-40 másodpercet, tehát hogyha nem állok meg pihenni, mert muszáj voltam megállni, ugyanis a készülékből, a légzőkészülékből nem ugyan a levegő, hogy én akarom venni, de felsétáltam, felfutottam, néhol meg is álltam, de 4 perccel azt mondom, hogyha tudnék javítani az időmön, ezt a 30-40 másodpercnyi pihenőt kivenni, akkor ott tudnék lenni az első 10-15-ben. Tehát előttem is, akik voltak ilyen tized meg egy-két másodperccel voltak jobbak, ahogy nézegettem. Ugye aki megnyerte 2 perc 30 valamennyivel, hát ő azért elég jó kondícióban van, meg ugye beszélgettünk vele, ő elmondta, hogy tehát egy héten kétszer-háromszor készül erre, tehát heti szinten tud készülni, és azért az kicsit másabb. Tehát mi is, amikor itt megállapodunk, hogy na majd jövőre, de soha semmi nem jön belőle össze, úgyhogy. Akkor beszéljünk egy picit a normafai versenyről, ott mi volt ez? A normafán egy BMS teremfutó verseny szokott megrendezésre kerülni, van belőle őszi és téli. Most volt az utolsó ebben a formában, ugyanis az ottani sportegyesület, aki rendezi, úgy most feloszlik, tehát jövőre más milyen formában lesz ez. Ez egy röviden mondva egy 5 kilométeres ilyen terepfutó verseny, 0 és 200 méter közötti a szintkülönbség.
ezt inkább az egyetemistáknak írják ki, de mi is el szoktunk menni, évek óta járunk, elég jó eredményeket érünk el, úgyhogy így röviden ez csak egy futóverseny. Itt hanyadik lent? Pontos adatot nem tudok még mondani, mert volt egy kis balhé az eredményekkel kapcsolatban, de olyan 260-70-en indultak, és a korcsoportomban nem tudom, 60-adik, 70-edik lettem, nem tudom pontosan. Van-e esetleg olyan cél, amit szeretne elérni? Próbáltam volna én is, de időm nem volt, tehát most elmentem volna Sanyival, de én nem vállaltam be, ugyanis szombaton volt a lépcsőfutó, vasárnap volt ez, kedden a terepfutó, inkább azt kihagytam, majd jövőre megpróbálok azon is részt venni, vagy több ilyen versenyen részt venni. Hát éppen az előbb számoltuk össze, hogy 11-12 versenyen voltam mindennel együtt, éves szinten nekem ez elég, úgyhogy azokon szeretnék jobban teljesíteni. Hát oké, én azt kívánom, hogy ez így legyen 2016-ban is. Köszönöm szépen, és még egyszer gratulálok az eredményekhez. Köszönöm szépen.